mindig úgy éreztem, hogy valamit adnom kell magamból. Valami olyan pluszt, ami egyébként nem kap talajt, csak hogyha másfelé ezt kivetítem. Jósenőn a Dr. Göllesz Viktor Elbetetes Intézetben vagyunk, ahol én fejlesztőpedagógusként dolgozom. Igyekszem az ő életüket élhetőbbé tenni. Az a én hozzáállásom ez a munkához, hogy nem irányítani kell őket, nem vezetni, hanem velük menni az úton. A magánéletünk az feltétlenül összefolyik az intézet élettel, mert nem lehet kizárni. Az egészségi állapotom az nem túl jó. Most már 4 éve volt egy tumorműtétem, ami most úgy tűnik, hogy problémákat okoz. Ők ezt nagyon jól tolerálják. Olyan helyen vagyunk, ahol sok ember van. Ők azok, akik védenek, akik óvnak és féltenek, úgyhogy néha nem tudom, hogy ki az, aki a másiknak a segítője. Nos, hát megvannak a 2014-es év aranyanyúi, heten a pedagógusok közül és az egészségügyben dolgozók közül vehették át ezt az elismerést, a Richter aranyanyúdíjat. Méghozzá azok vehették át, azokat jelölték, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a közösségek számára. Üdvözöljük itt a stúdióban Egerszegi Sándornét és Hetráz Zsuzsát, a díj alapítóját. Milyen aranyanyúként élni a mindennapokat? Hát még nem szoktam. Még nem. Tehát gondoltam, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, mire az emberben tudatosul. Hát hogy... gondolom, hogy igen, szóval nem úgy élő a mindennapjait, hogy én egy aranyanyú vagyok, mert ugye ez a környezete gondolja róla, hiszen az ilyen emberek soha nem magukért élnek, én legalábbis úgy vettem ki, és a film is ebben erősített meg. Hogy fogadták a környezetében ezt a jelölést, meg egyáltalán a győzelmet? Hát... Ez egy nagyon megtisztelő dolog volt, egyáltalán a szociális szférából választottak idén aranyanyút a pedagógus kategóriában, mert mi egy eléggé periféria vagyunk a pedagógusok között, és ez úgy érzem, hogy nem csak az én érdemem, megtiszteltetésem, eredményem, hanem nagyon sok kollega munkájában abban benne, hogy ezek a ránk bízott lakók, ezek a mindennapjaikat úgy élhessék, hogy emberként, valóban emberként élhessék. És ez a munka, én úgy érzem, hogy az ő számukra is innentől kezdve többet fog jelenteni, mert azt fogják látni, hogy igenis van megbecsülése annak, amit mindennapjainkban teszünk. A gyerekek között meg egyértelmű, hogy óriási volt a siker, nagyon élvezték a szereplés lehetőségét, az ott létet. Ez egy különleges alkalom volt nekik. És hogyha jól tudom, akkor önt a főnöke nevezte be erre a díjra. Azért ez nem sokakkal történik meg. Hát az én főnököm az egy nagyon régi kapcsolat. Sokkal régen ismerjük már egymást. Mielőtt ide került Jósienőről, a férjemnek volt munkatársa, az ki szintén szociális férjében dolgozik, illetve dolgozott, még nyugdíjas nem lett. Úgyhogy köztünk ez már egy kicsit több, mint főnök beosztott, hanem mondhatni, hogy egy baráti, kicsit neki is ilyen pótanyúként. Legalábbis ő egyszer így mondta, hogy úgy tekint rám, mint hogyha egy második mamája lennék időnként. De lényeg az, hogy igen, ő régen ismerte az én munkámat már. Nem volt neki új, amikor ő nem régen van Diósen, nem volt neki új, amit én csinálok. Pont emlételi kapcsolat miatt követte az, hogy mi a gyerekekkel merre jártunk, mit csináltunk, mennyi mindent. Az nagy szó, hogy egyáltalán fölfigyelt erre, nem? Meg hogy eszébe jut egy ilyen, hogy érdemes azt például Lica nénit egy ilyen díjra jelölni. Zsuzsa, csak nem 400 jelölés érkezett, és gondolom, hogy szíved szerint 400 díjat osztottál volna. Egyértelmű. Ugye? Melyik újadba harapsz ilyenkor, vagy a kuratórium, vagy nem tudom, hogy döntitek el, hogy kikapja ezt a díjat. Iszonyatosan nehéz lehet dönteni. Tényleg nagyon nehéz, mert csak azért is, mert ez nem egy szakmai díj, bár nyilvánvalóan ugye a legkiválóbbak kapják tényleg a szakmából, ahogy a Nica néni is. De ezért ez egy bevallottan szubjektív díj, de szerencsére
három aranyanyút, a három kategóriába egészségügyi szakdolgozó, pedagógus és orvosnő, a közönség választ ki, és ez egyszerűen én itt ő választottak, tehát végig csak szurkolni kellett, hogy vezessen. A többit pedig a zsűrink választja ki, Nagy Timi, ugye dupla párbaj törvívő olimpiai bajnokunk, Dobó Kata, Kriston Andrea és dr. Gyarmati Andrea, illetve Beke Zsuzsa, a Richter kommunikációs vezetője is én, tehát nem egyedül viszem el a balhét. Nagyon, nagyon nehéz valóban választani. Zsuzsa, ebben az esetben szerintem abban a kényelmes helyzetben van a grémium, hogy nem tud mellé nyúlni. Nem? Tehát, hogy nem tudtok, bárhova nyúltok, és azt mondjátok a 400 jelölés közül, hogy ő biztos, hogy jó döntést hoztak. Igen, igen, tehát tényleg fantasztikus a jelöltek. Tehát, hogy ha valami szomorú ebben a díjban, akkor az az, hogy nem tudunk 400 díjat átadni, de azt muszáj elmondanom, ilyen még sose volt minden. Ugye ez a negyedik díjátadó gála, ami csütörtökön volt, és azért ilyen még sose történt, ami az Itzenéniék esetében, hogy képzeljétek el egy hatalmas termet, ahol 200 ember ül, és amikor az Ica néni filmjét végignéztük, már akkor is árva tapsolt a közönség. Bocsánat. És aztán az volt a meglepetés, meglepetés vendégek, hogy az ő jelnyelvi kórus tagjai, ugye az Ica néni találta fel Magyarországon a jelnyelvi kórus, tehát ugye sikertek is nagyot hallok. Erről mindjárt beszélünk, mert ez érdekes. Nem és tudom, elkezdtek hogy énekelni, ami ugye egy ilyen csodálatos koreográfiává válik ott a színpadon. És tényleg azt képzeljétek el, hogy 200 ember felállva és zokogva tapsolt. Én még ilyet nem láttam, tehát olyan volt, mint mindenkit elvittek volna az UFO-k, és utána ez megmaradt ez a hangulat, és ebben a hangulatban, azért hagyj említsek meg másokat is, utána jött Olá Éva, akinek én adhattam át a díjat, ő a Kistarcsai Kórház egészen egyszerűen védőszentjének nevezik, ő egy roma származású asszisztens, aki most fog érettségizni, 6 gyereke van, és megfogadta 18 éves korában, hogy ő végigcsinálja azt, ami nem sikerült az anyukájának, hogy tanulni fog, és erre fogja biztatni a gyerekeit, és a díj történetében először rajt célgyőzelmet aratott a közönség szavazáson, soha nem volt még ilyen, és megcáfolt minden papírformát, úgyhogy ezzel telt a csütörtök este, mindenki sírt és ölelkezett ebben a két órában, hihetetlen, hogy mit szabadít fel. Meg gondolom, hogy az évről évre mindig így van, tehát nem könyvmentes egy-egy ilyen rendezvény. Ne, hát ide mindenki bőgje. Igen. Rendes évvégi bőgésünk ilyenkor. Igen, hát így kezdődik a karácsony. Zsuzsa, említetted ezt a jelnyelvi kórust, Ica néni. Hogy kell elképzelni, siketek és nagyot hallók alkotják ezt a kórust, és ha jól tudom, ezt Ica néni találta ki. Hogy működik ez a kórus? Nem tudom elképzelni. Nagyon egyszerű, én vagyok a fülük. És megpróbálok egy olyan éneket kiválasztani, amit úgy érzek, hogy szép. Aminek olyan a muzsikája, olyan a ritmusa, olyan a lehetősége, a jelnyelvi lehetősége, hogy ez feldolgozható legyen. És akkor ezt elkezdjük megtanulni, először mint verset, tehát szövegként, csak a jeleket tanuljuk meg, és amikor már képen vannak a szöveggel, akkor kezdjük el zenébe gyakorolni. Ennyi. És de akkor beszéltik a csoda, mert a siketek a saját nyelvükön, énekelnek a kezükkel. Hát ezt nagyon sajnálom, hogy nem láthatjuk. Nagyon-nagyon gratulálunk, hogy nézik most az adást? Szerintem igen. Akkor az egész... De sajnos nem értik. Munkaközösségnek, de annyit biztos de fognak tapsolni, hogy valami. Kell. Melyik már tűzgoltot hangotom. Igen, tudom. Szóval ezt megmutatom, hogy nagyon-nagyon üdvözöljük, és hát gratulálunk Ica néni, sok erőt kívánunk, mert nagyon nagy szükség van az ilyen emberekre. Zsuzsa, neked meg azt kívánom, hogy hát bőgél minél többször, bocsánat, hogy ezt mondom, és legyen minél nehezebb dolgotok, mert ez a szám szerintem növekedni fog évről évre. Nem 400 lesz, hanem 600, 800, meg ez. És végül az aranyanyok országa leszünk. Hála a jó égnek. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük.